Na szevasztok srácok, Csipi vagyok és ebben a videóban elkészítjük az új Ericsson SBC-t Ne felejtsétek, hogy hétfőn nyitjuk a Basigon pakkot, hiszen uh, Squad battle be van az utolsó Még hiányzó swap játékos, ugye Az a Rottenberg, azt csináljátok meg um, Silver 3-at kell hozzá elérni azért most mi már 41 ezer ponttal bőven elit be fogunk végezni. Ja, hát 15 ezerre vagyunk jobbak, mint az elit 1 Tá talán már csak egy-két meccset kell játszani a hétvégén, hogy meglegyen megint az elit 1 De most nézzük meg ezt a Ericsson uh, SBC-t, mielőtt mi megcsináljuk a Berkampot. Ugye négy SBC kell ez a 93-as kártyához. Azért csinálják meg, mert elég brutális kártyának tűnik, 9 de nagyon jók a statja, és ugye Laudrup miatt be tudom építeni full 10-es chemistry kamba. És nem vagyok benne biztos egyébként, hogy kapt az Eriksen, hiszen nem tudom, hogy egy-két informja van egyébként, van egy 91-es informja 230 ezerért, de mivel ez nekem nem került többen, mint mondjuk olyan 250 ezer, és ugye ez 93-as kártya, úgyhogy szerintem bőven megéri. Egyébként megint csalom át a coin ugye ezekkel a bronz játékosokkal. Mivel most egy ikonra hajtunk arra a Bergkampra, úgy volt, hogy nem csinálom meg az Ericsson, de aztán Tényleg este megvilágosodtam, és uh, volt egy márezem, egy nulla meccses márezem. Úgyhogy uh, eladtam magamnak 320 ezerért, úgyhogy simán megjön az Ericssonnak az ára. Meg ugye fontosan jön át a coin, látjátok, hogy uh, Bidelgetve a szokásos módszerrel, az ezüstrel játékosokkal hozom át a koint, és uh, teljesen biztonságos a módszer. Tehát szerintem mm, nem, nem tudom. Nem is tudom, most így a napokban áthoztunk másfél milliót, de semmi. Nem volt semmiféle ban vagy figyelmeztetés, tehát semmi srácok. Úgyhogy uh, nagyon olcsón kijött, mondom, um, 250 ezerből szerintem kijött az Erikszennek, mert voltak játékosaink is a klubba, úgyhogy. Uh, ezért gondoltam, hogy megcsinálom, mert nagyon jó játékosnak tűnik már, hogy és statok alapján aztán majd kiderül, hogy ingén milyen lesz, de nézzük meg a 4 sbc amit kértek, ugye Lily White, ugye ez a spurs utal, 85-ös rating, ugye kell bele egy Spurs játékos, meg egy Team of the Week, tehát Inform játékos, 70-es chemistry -vel. itt az Inform játékos és ugye Alias Spurs-ös, nézzük meg, hogy milyen árak voltak, ez meg is volt, meg ez is meg volt. 1006, 12.05 nagyon olcsó inform. Meg volt. Mi tudom, így péntek este, hogy nem volt semmilyen, ez a Rakit is nagyon olcsó volt 22 ér. Nem volt semmilyen event, új event, elég olcsók voltak a játékosok egyébként. És ilyen megértem most kipörgetni ezt az SBC-t. És ugye a pakok is adhatnak még egy-két nagyobb játékost, ha adnak. De mondjuk ezen az akunton nem nagyon adnak. Na, Premier League a következő. Ugye ide legalább két Premier Ligás játékos kell a 85-ös rating mellé. 80-as Team Chemistry, semmi más, nem kell bele. Inform se, úgyhogy... A Kovácsics, meg a Keppa, meg a Laport is ugye Premier Ligás. Na, nézzük az árakat. Tényleg most nagyon nem voltak az árak. Ennek a, az is esetleg 40 ezer coin az ára kezdőárhoz képest, ennek az SBC-nek. pont jó okot csináltuk meg. Én ezt a 24 ezer. Immáriát már 3005 már be lehetett hozni. Ikárdi 23 ezer és is. Perisic ugye 18 ezer volt. Már is nyomom, srácok, egy meg a pakot, ad egy 55 k pakkot. Lássuk a 84-es squadot, ide már kellett, egy informjátékos, Ez egy olyan squad, srác, hogy kell hozzá egy loyalty, de egy, volt egy ilyen Gerson Martinsunk, aki ugye loyalty is, pont úgy jön ki a 80-as team de egyébként át kellett volna alakítani az Iniesta, tehát RMA. Nézzük az árakat, ez nem volt olyan vészes egyébként ez a 84-es squad már. Ugye van benne, a volt ez az inform, van benne ugye a 85-ös játékos is, hogy a ratinget nagyon olcsó szerintem, ugye fekír az is 85-ös meg ugye itt van még a végén egy Depay, de ő nem 85-ös prime gold players, packot ad És az utolsó, 83-as squad, ide is kell egy inform játékos, de csak 83-as 80 ratinghez 80-as team chemistry. ugye ez a Huntelár itt az inform, nézzük meg a többieket, nagyon olcsók voltak egyébként. Meg is volt a Felipe, Zsárdel is, Grimaldo is, Malcolmot, meg Giuliano, 8, egy 950 ben egy 83-as játékos, csak vicces. Oscar megvolt, Carrasco 1002, William Hozé is 3000-ben megy, hogyha sok SBC van, és akkor Jonas 4000, de ami is, sok SBC van, akkor ez is ilyen 6 7000 ben megy egy Jonas, úgyhogy baromi olcsó volt ez az SBC. Megapalkott és akkor elkészültünk az Ericsson-nek ez a TOTT, vagy TOTK, és szerintem TOTT SBC-vel. Nagyon frankó kis 93-as kártya. Nézzük meg, ahogy kisétál. Jó, ez a BLS zene. Na, lássuk az Ericsson gyereket, hogy milyen, de hát ezek brutális tatjai vannak. 5 csillag, négy csillag. Vision, tehát egy meglátások 96, helyezkedés 91, longshot 97. Short pass 96, long pass 91, curve 90, kompozó 91, ez brutális, agility 84, reakció 91, bal control 91, stamina 99, ez még brutálisabb srácok. Hát ez ingame, lesz egy olyan 95-ös játékos, hogyha még adunk neki valami chemistry style kártyát, szóval elképesztő. És ugye ott van az az 5 csillagos láb és a 4 csillagos skill moves. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ingén milyen srácok, mert így ránézésre brutál. Ugye a defending értékei nem a legjobbak, de hát egy kam játékosról beszélünk, és azért fizikailag is még egész jónak tűnik. De hát rengeteg 90 fölötti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 90 es vagy 90 feletti értéke van, és ahhoz képest, hogy egy középpályás még nagyon gyors is. Szerintem megérte ezt a 250 ezer coin bőven, és mivel úgyis átcsalom a coint, tökre mindegy az egész, hogy most megcsináltuk-e vagy sem, mert holnapra ugyanannyi coint átcsolok. Ez már mára. És be is rakom a csapatba, srácok, mert le is fogjuk tesztelgetni. jelenleg ez a csapat. Bírom, amikor így írkálnak utána, hogy Credit Card FC, meg Izei így miután valakit jól elpicsáztam. Ugye Laudrup miatt tízesen van, Ronaldo meg ugye Rui Costa miatt van tízesen. Ezt közben egy forintot nem költöttem a játékra, hiszen csak SBC-elkozni kell srácok, és akkor át lehet csalni a coint, de ez igazából szerintem nem is csalás, hiszen megdolgozunk érte. Na srácok, van még azért itt négy pakunk, csak megnézem, hogy kik mentek el a transferen, azokat kinyomom. Á, minden négy pakkot be fogom most keverni, bár ezek négy elég jó pak. Megállva kezdünk. Na hát a board jó jön mindig, mert SBC-be kell, de ez valami gyenge board lesz. 84-es felnőtt, ez mégsem volt olyan gyenge. ezek SBC-ben jók srácok. És még kell ugye egy berkemp, amire most gyűjtünk, így azokban jó, hogyha hop, ilyen duplikét item, Na lássuk, hogy mi van még itt. 45 kás pakátával be se szokott bordosodni. De most bebordosodik. 83, nem ez 84-es Tauvin, az is jól jön. SBC-be. rengeteg a duplikét, akkor van már Tauvinunk. Azt kétszer fogjuk SBC-re bedobni Hú, hát ez a kettő ebordosodott, akkor ez a másik kettő nem, lehet nem fog, de azért bekeverem ezt is Nézzük, hogy elpléj ez pakkot Lehet, hogy ez be se fog tényleg bordosodni, elképzelhető, hiszen két bord után a harmadik bord az elég meglepő lenne És itt a harmadik bord is Ez egy Strothman lesz? Nem, akkor ez egy... A 85-ös Robben az még jobb, mint az előző kettő, tehát ö, ez pont jó lesz SBC-be, srácok. Ez a rengeteg 84-es, 85-ös játékos. Na, ideig egész jókat nyitottunk, gondolom, akkor a lermegabiszont hulladék lesz, a pack Nézzük, hogy itt van-e még valami. Egy 83-as Adán. Nagyjából ennyi. És akkor egy park, egy meg a park srácok, ez necces, hogy az első három bord akkor a negyedik nem lesz. Úgyhogy ki kéne lépni, be kéne lépni. Be kéne keverni. Na lássuk lesz-e négy bord, vagy csak három. Oda se nézek. És itt a negyedik bord is. Ez egy 80-as hát ez egy nagyon gyenge bord. 55-ös pakkba egy 80-as játékos szerintem kurva gyenge. De sbc ben jó lesz. Mégis 4 pak 4 board, de tényleg az utolsó, ez már nagyon szar volt. Ma ah, van egy csomó fitness, az mindig jó, olyan. CFK, ugye 5000-re tér. STCF. Van egy player pakkunk, azt mindjárt kibontjuk, csak felküldöm a duplikét játékosokat. Ó, egy two players pack LOL. Ebből is bord jönne, beszarnék. Ebből már nem jön, nem kell beszarnom, jól van. Egy Na jó, most srácok, hát ennyi lett volna ez a 93-as TOT TRX-en. Ez a BLS. Remélem, hogy beváltja hozzá a reményeket, meg megérte a coin, de szerintem meg fogja érni. tetszett a videó, akkor dobd rá egy lájkot. Csipi voltam, csumpilla.